Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Nagykun Református Gimnázium sportudvarán. Mögöttünk már hangol a zenekar, hiszen diáknapot tartanak. Erről beszélgettünk Juhászné Zsadányi Elzsébet igazgatóasszonnyal. Itt már mindenki nagyon a nyára készül és a holnap kezdődő vakációra. Mi is volt ma pontosan itt? Igen, jogosan remélem érezni, hogy milyen jó hangulat van. Hát ma a diáknapot főzőversennyel egybekötve, ami valójában nem főzőverseny, hiszen már a harmadik alkalommal főzőverseny lett volna, de úgy döntöttünk, hogy most is lesz főzés, de nem versenyszerűen, hanem a fenntartó támogatásával megvendégeljük délbe a diákokat. Előtte pedig egy diák önkormányzati tagok által összeállított kellemes kis vetélkedőre kerül sor. Ezen már túl vagyunk, hamarosan eredményhirdetés következik, illetve amíg várnak a diákok, hallgathatják a zenekart, volt diákjaimból összeállt zenekart, illetve tanárdiák foci meccset nézhetnek, és ha mindezzel megvagyunk, egy finomat eszünk, a büfésünk Csordás László vállalta, hogy főz nekünk egy finom ételt, és utána vége a tanévnek, vasárnap tanévzáró ünnepség, és mehetnek a diákok, jól megérdemelt pihenésüket. Gondolom, ezt várják a pedagógusok is, akikre azért még addig van egy kis feladat, hiszen a bizonyítványokat meg kell írni. Hogyan értékeli az idei évet, a tanévet, milyen volt? Igen, valóban az osztályfőnökök készítik a bizonyítványokat, és hétfőtől kezdődik az érettségi vizsga. Az érettségi vizsga, remélem, az is eredményes lesz. Összességében azt mondhatom, hogy eredményes tanévet zártunk. Nagyon sok ügyes tanulónk van, nagyon sok szép eredmény született. Az emelt szintű angol osztályban, a természettudományos osztályban remekeltek, nagyon sok diák remekelt, sok kitűnő tanuló van, néhánynak ismételni, néhánynak javítóvizsgát kell tenni, de visszatekintve az év eseményeire, eredményeire úgy ítélem meg, hogy egy rendkívül élménygazdag, eredményes év volt, ahol a tanítványok lehetőséget kaptak arra, hogy tanuljanak, hogy képezzék magukat, hogy felkészüljenek a kimenetre, az érettségére és majd a sikeres továbbtanulásra, és emellett tartalmas diák életnek adtunk helyet. Itt most a érettségizőkről beszéltünk, ők már azért nagyon nézik, hogy hogyan is, hányat alszanak még. Mit lehet tudni, hogy hova jelentkeztek elsősorban, milyen pályát választanának? A legjobbak a természettudományos vonallal, biológia, kémia, matematika, fizikával, orvostudomány, egészségügy, gyógyszerész, állatorvosnak készülnek, mérnökök, bölcsészettudományra oda kevesebben, és sajnos pedagógusnak is kevesebben vannak, akik szakmát választanak, és szakmát, tehát tanulnak, már szeretnének hamarosan munkába állni. 13 tanulunk végzett ápolóként, nekik mindannyiuknak már van munkája. Nagy részük itthon Magyarországon helyezkedik el az egészségügyben, úgyhogy várjuk az egészségügybe jelentkező érettségizett tanulókat is továbbra is. Akkor ez egy jó hír már azoknak, akiknek van munkájuk. Az elsősök beiratkozása is ezekben a napokban szokott megtörténni, erről mit tudunk mondani? 26-án lesz a felvételt nyert tanulók beírása, meg vagyunk elégedve. Több mint kétszeres volt a túljelentkezés, és végül is úgy tűnik, hogy 85 tanulót írunk be, ha minden igaz, a Jóisten is úgy akarja, és 53-an távoznak tőlünk, tehát nő az iskola tanulói létszáma, ez igazán örömmel tölt el bennünket. Jól sikerült a beiskolázás. És mit tudunk, hogy a karcagyánk mellett kik jönnek még ide, tehát milyen körzetet ölel fel az iskola? A környező települések közül Püspökladány, Kisújszállás, Kunmadaras, Tisza, Igar, Tiszarov kisebb településekről. Ők főként a szakképzői folyamokra, illetve az egészségügybe. A gimnazisták döntő többsége karcagi illetőségű. Akkor lesz még feladat itt önökre, ami még vár a következő hetekben. Én azt kívánom, hogy mindenki érezze jól magát a nyári szünetben, és akkor újult erővel kezdjenek szeptember 1-én. Nagyon szépen köszönjük!